Mozgó közösségi központot üzemeltek be a Maros megyei hátrányos helyzetű közösségek számára. A lakókocsi egyelőre a marosvásárhelyi Dombócai roma közösséghez kerül, később azonban megyeszerte használni fogják. 12 ezer eurós lakókocsit vásárolt a Maros megyei Vöröskereszt. A kezdeményezés egy 2016-ban indult svéd Vöröskereszt által támogatott projekt része, amely egyelőre a marosvásárhelyi Dombutcai kirekesztett közösséget fogja szolgálni. Egy stabil közösségi központ létrehozásában is gondolkodtak, nyilatkozta Magda Bércsá, a Maros megyei Vöröskereszt igazgatója, viszont annak megvalósítása nem fejeződött volna be a projekt lezárása előtt. Így a mozgó központ mellett döntöttek, amely sokkal előnyösebbnek bizonyult, és ha sikerül további finanszírozást szerezni, akkor a lakókocsi más hátrányos helyzetben lévő közösségeket is fog tudni szolgálni. Egészségügyi vizsgálatokat lehet majd ott elvégezni. Jelenleg hepatitis A fertőzés gócpontot észleltünk a Domb utcájában, de nagyon sok a fejtetű is. Egyértelmű higiéniai nevelést kell elvégeznünk és segítenünk kell, hogy megszabaduljanak ezektől a problémáktól és megtanítani a higiénia alapszabályait betartani. A hidegvölgyi roma közösségben csaknem 500-an élnek hátrányos helyzetben, közülük 300 kiskorú. A lakókocsi mellett a svéd szervezet tanfelszerelés vásárlását, valamint tisztálkodási eszközök és alapegészségügyi felszerelések vásárlását is finanszírozza. A svéd Vöröskereszttel közösen megvalósuló két éves projektnek 1700 személy a haszonélvezője, Maros megye mellett Hargita, Vráncsa és Tulcsa megyei közösségek.